A gyász valóban a legsúlyosabb és a legnehezebben feldolgozható élmény, esemény az életünkben, és itt nem csak a halálról beszélek, sok mindent el lehet gyászolni, egy válást, egy új országba való költözést, egy családi tragédiát, amiben nem halt meg senki, de ezeket a traumákat, ezeket a veszteségeket fel kell tudni dolgozni, hogy az épp testünkben a lelkünk is épp legyen. Sajnos minden embernek az élete során bekövetkezik az a pillanat, amikor bizony meg kell küzdeni valamilyen veszteséggel. Mit nevezünk Edith gyásznak és gyászfeldolgozásnak? Amikor az életünkben egy érzelmi kötődéssel bíró kapcsolatunk jelentősen és végérvényesen megváltozik, vagy akár meg is szűnik, azt minden esetben gyász folyamat követi. Mert hogy a gyász a veszteség érzelmi következménye. A gyász a veszteségre adott természetes és normális emberi reakció. Az a tapasztalat, hogy még mindig nagy a tudáshiány ezen a téren, mert hogy nagyon sok embernek az a hite, hogy a gyász az kizárólag halálesethez kapcsolódik. De hogy ez nincs így. Ugyanis életünk több mint 40 féle veszteségét követheti a gyász érzése. Ilyen lehet például egy szakítás, válás, egy családi vagy baráti kapcsolat megromlása, de lehet ez egy költözés, vagy egy munkahelyváltás, vagy egy tartós munkanélküliség, vagy akár egy életciklusváltás, és egyébként a saját magunkhoz fűződő viszonyunk megváltozása is képes gyász folyamatot elindítani. Mennyire ezerarcú az, hogy hogyan is viszonyulunk a gyászhoz, hogyan dolgozzuk fel? Ez tökéletesen így van, mondhatjuk ezt, hogy a gyász ezerarcú, mert hogy a gyász feldolgozásának, illetve a gyász megélésének a lényege pontosan az, hogy minden ember egyedi, ezért minden gyász is egyedi. Hiszen emögött az áll, hogy minden emberi kapcsolat különböző, tehát teljesen kizárt, hogy ugyanúgy reagáljunk a gyász eseményekre. Létezik feldolgozhatatlan gyász? Egy szakember bevonásával, egy körültekintő, megfontolt gyászfeldolgozási módszerrel igenis lehetséges a gyász feldolgozása. És nagyon fontos is, mert hogy a gyász egy nagyon-nagyon erős érzelmi reakciónk, ami gyakorlatilag képes átvenni az életünk feletti irányítást, és gyakorlatilag rányomja a bélyegét az egész élet és a boldogságra való képességünkre. Ahogy ezt mondani szoktuk, a feldolgozatlan múltad meghatározza a jövődet.